Üdvözlöm a Miskolc Televízió nézőit, ez itt a Basztus Kulcs. Ezúttal új helyszínű jelentkezünk a Grizzly Music Pubból. A célkitűzéseink azonban változatlanok, továbbra is a Miskolci és Miskolchoz kötődő zenekarokat szeretnénk bemutatni. Ezúttal a vendégünk az Inercy, egy alternatív metal zenét játszó zenekar. Két tagja van most itt jelen velünk, Mezei Geris és Pocsai Zsolt, köszöntelek titeket, szervusztok! Sziasztok, sziasztok! Üdvözlők a nézőket! Jövőre lesztek ugye 10 évesek, hogyan emlékeztek vissza a kezdetekre? Számítottatok egyáltalán arra, hogy megéritek ezt a szép kort? Megmondom őszintén, igen. Mikor elkezdtük ezt a zenekart, akkor nyilván nem az volt az elsődleges szempont, meg az elsődleges gondolat, hogy majd meddig fog ez működni. Nyilván az alapvető dolog az, hogy mi jól érezzük magunkat egymással, ami jelen pillanatban is működik gyakorlatilag. Tulajdonképpen ez már olyan, mint egy jó párkapcsolat, meg úgy tekintünk rá, szóval nyilván vannak benne hullámvölgyek, de hát ezerszer bebizonyosodott már, hogy a kommunikációval mindent meg lehet oldani, úgyhogy talán ez lehet a titka. Úgyhogy... Hogyan emlékeztek az első szárny próbálgatásokra, mennyire volt nehéz megragadni a zenei életben? Ez a zenekar már akkor is működött, mielőtt még én beléptem volna, csak egy kicsit más formában, meg ugye ilyen kezdetleges formájában. Nekem egy kicsit furcsa volt, a többiek ugye idősebbek nálam, legalábbis a kezdeti időszakban ez volt a terít. Most is idősebbek vagyunk. Hát még most is. Na de az a lényeg, hogy én még ilyen kis srácként, a 17-18 éves voltam, zenélgettem egy próbateremben, még az én középiskolás zenekarommal, és kaptam egy felhívást Geristől, hogy mi lenne, hogyha a zenekara részét képezném én is, énekes frontvonalon. Ugye egy kicsit izgalmas volt, ugye, hogy én ilyen látosabb hangzásvilágból most hirtelen egy akkor még ilyen hardcore-nak számító metal bandába kell teljesítenem. De csak sikerült végül is. Mi volt ez a lájtosabb világ? Az kifejezetten csak az alternatív zene, tehát hogy a metált nem veszik figyelembe, tehát nem volt benne nu metálos elem, nem voltak ennyire torz gitárok, nem volt annyi dinamika benne, hanem inkább ilyen spirituális elszállós, ilyen nagyon elvont zenéket kedveltem még ezelőtt. De még most is, csak ugye most már ugye variáljuk a dolgokat. Igen, Zsolti belépéssel kapcsolatban még az is érdekes, hogy én pont akkor egy próbatermet üzemeltettem itt Miskolcon a Faktori Sport Arénába egyik nagyon jó címborámmal, aki a mai napig egyébként még vissza ezt a próbatermet, én már nem vagyok benne, és jártak le hozzánk zenekarok próbálni, és én ott ismertem meg a Zsoltit, és hát nyilván, ahogy felügyeltem a próbát, azért hallottam, hogy ő azért eléggé jó énekes, már akkor is, 10 évvel ezelőtt, és azt hiszem, hogy talán 13-ba kerültél a zenekarban, akkor 13 márciusában, és maga az Inercy, az pedig 12-től már jelen van így a zenei palettán, és az akkori énekesünk egyébként egy szintén nagyon jó hangú srác volt, csak ő kiszállt a zenekarból, és ezzel nyilván volt egy szint, ami alá úgy énekes téren nem akartunk menni, nem akartam menni, és akkor gyakorlatilag ez a derültékből villámcsapás, hogy itt van az a szőke kékszemű srác, tök jól énekel, mi lenne, hogyha megkérdezném, és azt elmondta egyből, hogy persze, elkezdtünk próbálni, és akkor azóta meg együtt vagyunk. Igen, egyébként még megélés szempontjából, ugye, mivel annyira nem ismertük egymást, én nagyon éreztem azt, hogy kicsit olyan, mintha érdekkapcsolat lenne közöttünk, tehát még nem feltétlen haverok, barátok, meg ilyesmi, de teljesíteni kell. Viszont ugye ez annyiból volt jó, hogy én is komolyra tudtam fordítani a szót a zenébe, tehát tényleg azért kellett leülnöm, új dalt csinálni, szöveget írni, mert annak valami produktumát kellett letennem az asztalra. Tehát már nem headsből, hanem egy kicsit úgy munkának, feladatnak éreztem. És ez a készség is kell a továbbiakba egyébként. Mikor éreztétek azt először, hogy na ez a dolog működhet? Van összefüggés a között, hogy a zenekaron belül kialakult végre az a kémia, vagy mi volt az a pont, amikor azt éreztétek, hogy na ezt az utat, ezt tudjuk folytatni, és ez az út, ez jó lesz? Véleményem szerint, hogy ugye csak magamat tudom így mondani, számomra az első koncertünk volt az, ami átütő volt.
Tehát, hogy addig nem tapasztaltam olyan közönséget, olyan megmozdulást, meg annyi energiát, mint az első koncertig, ugye még ugye az életemben. És akkor láttam, hogy na hát ennek van jövője, meg ezt is szeretném csinálni, aki meg akar valamit, az megcsinálja. Hát igen, mikor 2013-ban Zsolti csatlakozott a zenekarhoz, akkor gyakorlatilag egyből mély vízbe dobtuk olyan téren, hogy volt egy kislemeznyi anyag zenénk, amit tulajdonképpen felénekeltettünk vele, és hát azok a felvételek még az én kezem alatt történtek, és hát hallottam, hogy mire képes, úgyhogy én akkor gondoltam, hogy itt, ha emberi problémák nem lesznek, akkor szerintem nekünk egy az utunk. Úgyhogy, de igazság szerint az első koncertünk meg a stúdió felvételek követően pár hónapon belül voltak, úgyhogy szerintem nagyjából azt lehet mondani, hogy egyszerre találtuk meg így a közös hangot. És akkor az első klipetek 2015 elején meg is érkezett, ez a Nem látod című dal, ezt fogjuk most megtekinteni. Amit kapsz, már nem elég. 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 Amit kapsz, már nem elég.
vasgyári környezetben forgattátok le ugye ezt a klipet. Hát ez az autentikus környezetet mondhatjuk, mert hát jól passzol a metalnak ehhez a kemény, vastagabb hangzásához. Hogyan határoznátok meg egyébként a saját, az Inner Sea stílust? Vannak esetleg saját jellemvonások, jellegzetességek, illetve magáról a stílusról, a metáról, a műfajról meséltek már nekem egy picit. Hát igazából ez egy mix, tehát hogy post-rock, nu metal, metalcore, alternatív, és ez még nu, hát nem is tudnám, valami új kifejezést kéne erre kitalálni egyébként, hogy alternatív post-nu metalcore stílus. De ezeket a jegyeket tartalmaz a post-rock stílus, ugye az az ilyen űr, galaxis, ilyen kvantumfizikai, egy ilyen misztikusabb, spirituális dolog. A nu metal, hát ugye az a dinamikus, magyarázósabb téma. A metalcore, ugye abban meg már ilyen matekosabb, progresszívebb dolgok úgyis megmutatkoznak. Amin már ugye gondolkodni kell, és nem négy-negyed, hogy tudsz, hanem már kicsit gondolkodni kell rajta, meg az ügyességtől is függ, hogy el tudjuk-e játszani. És ezek ötvezete végül is az Inner Sea. Hát voltak korszakaink, tehát mikor elkezdtük csinálni a zenekart, akkor talán azt lehet mondani, hogy mi a klasszikus értelembe vett, akkor abban az időben nagyon divatos metalcore zenei stílusban alkottunk, ahogy már Zsolt is emlegette. Tehát, hogyha valaki meghallgatja az első lemezünket, a Fictiont, ami egy kis lemez, az 2013-ban jelent meg, amit már Zsolt énekel, az gyakorlatilag egy nagyon dinamikus, tulajdonképpen egy ilyen melódikus metalcore lemeznek tudnám apostrofálni. Aztán nem is tagadtuk, hogy rá egy évre meg elkapott minket az akkori Bring Me The Horizon hullám, ami azért érdekes, mert az a zenekar is egy hát több stílusváltáson már átesett, és szerintem így, hogyha az ő zenéjüket elemezzük, akkor tulajdonképpen a második korszakuk hatott ránk nagyon. Ezt igazából abban lehet észrevenni a mi zenénkben, hogy megjelentek a szintik, megjelentek a különböző hangulateffektek, amitől talán azt lehet mondani, hogy egy kicsit még atmoszférikusabb, még komolyabb hangvételt kapott a zenénk. És aztán a 2015 végén meg azt lehet mondani, hogy talán akkor elkezdődött ez a zenei stílus, ami manapság is jellemez minket. Azt már én, hát azt kell tudni, hogy mi az 32-33 éves korosztály vagyunk. Zsolti pár évvel fiatalabb tőlünk, illetve a Máté az egyik gitárosunk, ő meg még Zsoltitól is fiatalabb pár évvel. De a Tamás és a Mozsó, a basszusgitárosunk meg én, mi hárman ebből a nu metal érából jövünk, úgymond. Tehát ez a 2000-es évek MTV-n futott zenekaraira kell általában gondolni. Tehát ez a fajta lendület, illetve a Zsoltinak az elszállósabb témái jellemzik a jelenlegi Inner Sea zenéjét is, és szerintem ez az, amiben úgymond igazán jól érezzük magunkat. Mondhatjuk azt, hogy kiforrott most már ez a stílus, vagy még ezen lehet csiszolgatni, alakítani? Hogy látjátok, van még ezen csiszolni való egyáltalán? Hát az aktuális elképzeléseink azok nagyon magabiztosak, tehát jelen esetben nincs mit csiszolni rajta. Nyilván fog a zenénk is minimálisan változni a jövőbe, de az alap az, ahogy Zsolt is mondta, szerintem az úgy megvan. Tehát nem, valószínűleg nem fog tőlünk már senki olyan dalokat hallani, mint amit 2013-ban írtunk. Hogy zajlik nálatok egy dalszerzési folyamat? Mi az első lépés, és hogy jutott el? Ennek is van egy evolúciója, tehát kezdetekben a próbateremben jamelgetés következtében merültek fel újabbnál újabb ötletek, de van egy, hogy is mondjam, hát például mondok egy példát, hogy van olyan dal, ami így készült el, de körülbelül egy év alatt. Tehát van olyan, hogy egy év alatt ford ki, és ez így nem jó, ez nem egy rugalmas megoldás, úgyhogy mindenképpen forradalmasítani kellett ezt. Ezt a mostani helyzetünkkel tudnám a legjobban szemléltetni, hogy az új videóklip, amit forgattunk, meg volt előre határozva, hogy mikor lesz majd a forgatási időpontja, és az utolsó egy hétben kezdtem bele a dalba, és úgy lett kész, és... De
ne zavarjuk össze a nézőket, tehát nem akkor kezdtük el megírni a dalt. Nyilván a zenei alap az megvolt korábban, de tényleg a végleges formát azt akkor ért el. Igazából maga a metódus az tulajdonképpen úgy néz ki, csak hogy értető legyen. Ugye mondta Zsolt is, hogy korábban jammelgetésekből születtek a dalok, aztán rá kellett jönnünk, hogy igazából nekünk ez nem működik, mert így, ahogy megjelentek a zenénkben a különböző effektek, ezeket nyilván a próbateremben nem tudjuk ott, nem tudom, hogy valaki lehoz egy riffet, elkezdünk rá játszani, ott nem fog hirtelen egy szinti szólam születni. Tehát gyakorlatilag mi azt a módszert követjük, hogy laptop, leülünk elé, bedugjuk a gitárt, Zsolti mondja az ötleteit Máténak, Máté megpróbálja legitározni, és ott én a számítógép segítségével írom is be a dobot, és akkor egyből halljuk vissza, hogy milyen az a tétel, hogy szól, melyik zenei betétből mennyi jó egy dalba, és akkor tulajdonképpen mi a laptop előtt írjuk meg a dalokat. Próbálni gyakorlatilag koncertek előtt szoktunk, vagy hogyha van valami olyan esemény, amikor tényleg be kell tanulni az adott dalt, de mi ez a számítógép előtt ülő zenekar vagyunk. Ha már említettük, akkor nézzük is meg ezt az új számot. Néhány héttel ezelőtt jelent meg. Lássuk! A kemény hangzás mellett a mély témák boncolgatása is a metal egyik fontos jellemzője. Hogyha ezt az új dalt nézzük, mi a vezérfonal, a fő motívum benne témáját tekintve? Nagyjából így globálisan azt tudnám mondani, hogy az emberi gyarlóságról szól,
és ennek különböző válfajairól. Elsősorban ugye a társadalomban résztvevő nyájat mozgató, ember által mesterségesen kitalált normák következtében kialakult ego, úgymond mentális hátrányként szerepel a dalban. Másik soron pedig az ember azon gyarlósága, ami a biológiájából ered, tehát sokszor mentálisan többet szeretnénk, mint amit enged a test, úgymond korlátolt, ugye limitált a lehetőségünk, ugye a valóságunkban bármit materializálni úgy, ahogy mi szeretnénk, ennek köszönhetően. A harmadik része pedig a transzcendens kereséséről szól. Én nagyon szeretem a kvantumbiológiát, a kvantumfizikát, és nagyon sokat foglalkozom vele, és vannak olyan tudományos eredmények, megismételhető kutatások is, amik olyan dolgokat tudnak bizonyítani, ami már a mi logikánk szerint emberfelettinek számít. Ezt pedig előtérbe helyezem, és ez szerintem fontosabb nálunk is. Ezek a motivumok jelennek meg így a dalban. A transzcendens alatt itt Istent kell értenünk, tehát van egyfajta hit, vallás, vagy a transzcendens az, ami a testen túli bármi? Nem keresztény viszonylatban értendő itt az Isten, hanem a mindent mozgató energiáról szól, vagy esetleg mondjuk fizikai törvény, amiről nem tudjuk konkrétan, hogy micsoda. Mint például az, hogyha lemegyünk a részecske legmélyére, lehet, hogy nem áll semmiből, hanem mondjuk egy hullám rezgéséből állnak össze ilyen fizikálisra, mint például ez az asztal. Ami kicsit már egy szokott ilyen összeesküvés elméletekben ugye szerepelni, ilyen holografikus univerzum, meg stb. Elméletek, de ez, én nem keresek ilyen összeesküvéseket, hanem csak tényleg a bizonyított elemekkel dolgozom. De ilyen értelemben értendő a transzcendens, ilyen hullámformájú, tehát nem a materiális anyagokról szól, hanem annak a kvantumvilágáról, ami a hullám, meg a részecske. És szerintem ez az ős mozgató erő, az Isten, úgymond. Értem. Több dal is van a tarsolyotokban egyébként. Mik a jövőbeli tervek, hogyha csak rövid távon nézzük? Igen, rengeteg tervünk van, azt lehet mondani az elkövetkező egyéves időintervallumban. November 13-án vonulunk stúdióba, akkor rögzítünk egy új dalt, ami ugyancsak fog kapni egy videóklippes megjelenést. Ezt nagy valószínűséggel november végén vagy december elején fogjuk kihozni. Aztán még decemberben szeretnénk jelentkezni egy meglepetés dallal. Azt még most nem árulom el, hogy mi a meglepetés. Január-februárban lesz egy újabb saját szerzemény, szintén videoklippel, illetve én még szeretném, hogyha áprilisban is előjönnénk egy videoklippel, ami szintén egy saját dal lenne, ugyanis májusban szeretnénk megünnepelni a zenekar 10 éves fennállását. Ez Miskolc legnépszerűbb szórakozóhelyén fog megrendezésre kerülni. Pontos infókat azt nyilván időben el fogjuk árulni mindenkinek. És aztán pedig az ebből összeállt tulajdonképpen dalcsokrot, hogyha már ilyen szépen akarok fogalmazni, azt pedig igyekszünk megjáratni az országba, és tényleg minél többet koncertezni, ahogy csak lehet. És ezt a 2-3 hónapos megjelenést pedig a jövőben is szeretnénk tartani, ugyanis az a célunk, hogy jövő év végére azért összeálljon egy 8-9-10 számos nagylemez, mert azért illene már, mert mi eddig mindig kislemez, illetve szinglőként jelentettünk meg egy-egy dalt. Aztán az meg hogy néz ki, hogy egy 10 éves zenekarnak nincsen nagylemeze, úgyhogy ezek a terveink. Hát sok sikert kívánok hozzá, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélgetni. A nézőknek pedig köszönjük, hogy velünk tartottak, legközelebb 2 hét múlva találkozunk, ugyanitt a Grizzly Music Pubban. Minden jót!
Mentó Kft. Törődünk a környezetünkkel. A kultúra és a tehetségek elkötelezett támogatója.